Sejemszalaggal a kezében táncolt az egyik fellépő Bicskén a kínai sárkányfesztiválon. A rendezvényen a kínai kultúrával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A kínálat széles volt. A színpadi produkciókon kívül keleti finomságokat is meg lehetett kóstolni, a legkisebbek pedig elkészíthették saját sárkányukat is. Kínai kultúra közel áll a családomhoz, a férjem révén, ő sokat járt Kínában a munkája kapcsán. A középső gyermekünk, 7 éves, ő valamiért a kínai emberekhez vonzódik, tetszik nekik. Neki a nagy álma, hogy ő panda orvos lesz Kínában. A szervezők szerint a kínaiak és a magyarok sokban hasonlítanak egymásra. Ha egy kicsit bele kukkantunk abba, hogy milyen motívumokat viselnek, tehát akár a matyó, a kalocsai visszaköszön a kínai ruháknak a figuráin is, és egyébként maga a hétköznapi létezés, a nőknek a zene, az otthonteremtő, az ételeiket kínáló vendégszeretete, azt gondolom, hogy ez is hasonló egyébként a magyarok és a kínaiak között. Tulajdonképpen ezt is szeretnénk mi érzékeltetni, hogy egy ilyen évforduló alkalmából ezt minél inkább közel vigyük a hétköznapi emberekhez. A fesztivált a Bicske és a kínai Weifang városa közötti kulturális kapcsolat jegyében tartották meg. Középpontban a kínai sárkányokkal, mint a béke és szerencse szimbólumaival. Kell teret adni más kultúrának, mert elég nyitott lett a világ. A saját hagyományaink, a saját kultúránk megőrzése mellett szerintem a mai napi általános műveltséghez kell az, hogy a gyerekeink többet láthassanak, többet tudhassanak és tanulhassanak, és hogyha érdeklődésük van, akkor az a legjobb, hogyha azt első kézből kaphatják. A program zárásaként közös sárkányeregetésre várták a résztvevőket. A saját készítésű színes sárkányok mellett hatalmas díszes sárkányok is megjelentek az égen, amelyek egész magasra felemelkedtek a feltámadó szélben.